A koronavírus járvány megfékezése érdekében a kormány még áprilisban írta elő a maszkviselését, majd november 19-én megjelent a kormány rendelete, amely mentesíti az autizmussal élő személyeket a maszkviselésének kötelezettsége alól. A rendelet azt jelenti, hogy az autizmussal élőknek nem kötelező a maszkot hordani. Ehhez nyilván igazolniuk kell, hogy erre a kedvezményre jogosultak hiszen a, az egészség védelmében ezt elfogadjuk, hogy szükséges a szabályok betartása, viszont az autizmusból kifolyólag sajnos olyan nehézségekkel néznek szembe, a, főleg ugye a szülők, mert nekik kéne kimozdulni a gyermekükkel, ezért ez egy nagy kedvezmény, hogy azonnal, aki ezeket a problémákat nem tudja megoldani, vagy megtanítani a gyermekének, vagy megértetni vele, az mégis el tudjon menni bevásárolni, főleg az egyedülálló szülőkre kell itt gondolni akiknek nehéz amúgy is a gyermekfelügyelet megoldása. De vajon mit szól a külvilág? Hogyan reagálnak -e erre a helyzetre? Az autizmus ugye statisztikák szerint minden századik embert érinti, úgyhogy az arányokkal kapcsolatban ezt tudom mondani. Ugye az autizmus amúgy is egy nagyon elszigetelt fogyatékossági ág, hiszen a viselkedés problémák miatt Amúgy is nehéz és problémás bármilyen társadalmi tevékenységben, boltban megjelenni, hiszen furcsán néznek a gyermekeink furcsa viselkedésére. És e, e, például az is problémát jelent, hogy ez egy új ruhadarab, ami náluk amúgy is probléma, például egy évszakváltásnál, hogy megértetni velük, hogy most egy új ruhadarabot kell felvenni magukra. Úgyhogy ez mindenképpen tanítani kell nekik, hogy ez most szükséges és kell ezt hordaniuk. Aztán a szenzoros érték, érzékenység is jellemző rájuk, amikor hozzáér a bőrükhöz, vagy nem tudják egyszerűen elviselni, és akkor ez bármilyen viselkedés problémája okozhat náluk. Aztán egy kommunikációs akadályozottságban szintén egyes gyerekeknél pont az ilyen problémát, hogy nem látja a szájmozgás. A másik gyereknél az, hogy például a szemmozgás zavarja, és akkor hogy nyilván a jobban kiemelődik a szem. Tehát ilyen problémákat okozhat a gyerekeknél. De vajon mit szól a külvilág? Hogyan reagálnak erre a helyzetre? Rossz indulatú megjegyzésekkel nem találkoztam, mert mindjárt elfogadják nyilván az emberek, hogy egy fogyatékosságból adódóan, inkább az elején azzal találkoztunk, hogy valaki azt mondja a viccelődve, hogy ő is autista, és akkor nem kell ugye maszkot hordani, ami egy kicsit így sért az autistákra nézve, mert hogy ez, egy, ez egy, nem egy vicces helyzet, tehát ha minden napokkal kell szembesülni, és egy életen keresztül ezzel megküzdeni, akkor egy, egy ilyen beszólást azért nehez. Ne az dolgoz fel az ember. Úgyhogy én úgy látom, hogy a társadalom azért elfogadja, és az autista közösségünkben is azért meg szeretnénk óvni a gyerekeinket a fertőzésektől. Tehát nyilván nem az van most, hogy mindent eldobtunk, és nem hozjuk a maszkot, hanem csak egy időt nyertünk, hogy a gyerekekkel megértessük, és a szabályokhoz alkalmazkodni tudjanak, illetve ezeket a szabályokat be tudják építeni a mindennapjaikba. Nem egyszerű megtanítani nekik azt, hogy a maszk a mindennapi élet részévé váljon számukra is. Vonatkozik, meg ezekkel folyamatosan tanítjuk őket is, akár mint a fogmostást is, tehát ugyanúgy az autizmusban ugye a vizuális megsegítés egy alapvető módszertan ahhoz, hogy a gyerek napjaiba, illetve a napi rendjük van, mert pont ez a nehézségek nekünk, hogy nem tudnak eligazodni ugye a világban, mi mi agyunk van össze, hogy reggel felöltözködök, fogatmosod, elindulok, vissza a maszkot. Ugye ez a maszk hordás most sokszor úgy az emberek így át tudják gondolni, milyen nehézséggel él egy autista, aki így nem tudja átgondolni, amikor vissza kell mennünk a kocsiba, hogy jaj, a maszkot, mert nekik így tulajdonképpen minden tevékenységet nagyon át kell gondolniuk, és meg kell tanulniuk, és ezeket igen, ilyen vizuális napi rendekkel, folyamatábrákkal tudjuk segíteni, hogy ezeket beépítsék a mindennapjaikba, és hogy önállóan tudjanak, mert nyilván segítséggel sokszor megkötjük a, a ugye, nem betegséggel küzdő gyermekek nem fogyatékkal élő gyermekek cipőjét is egy darabig, ugye, automatikusan ugye segítünk, de hogy nekik ennyire tudatosan kell ezeket a folyamatokat megtanítanunk.